A kulturális adó az a pornográf tartalmakra kivetett árbevétel alapú adó, nem? Aminek az a lényege, hogy a belföldön történt ilyen termékek értékesítése, tehát az ilyen tartalmú szolgáltatások nyújtása, amit a törvény részletesen meghatároz, az tartozik az adó hatája alá, és az ebből származó árbevétel után kell gyakorlatilag egy 25%-os adót fizetni. A törvény alapján, a jogszabály alapján ez mindenfajta pornográf tartalomra vonatkozik és kivethető, de az kétségtelen, hogy ez csak a belföldi adózókat fogja meg, ez az adónem, vagyis a külföldi adózók által az interneten keresztül szolgáltatott ilyen tartalmak, azok gyakorlatilag kívül esnek az adó hatáján. Az viszonylag közismert, hogy akár Magyarországon, akár a világon másutt az ilyen jellegű tartalmakat jellemzően interneten keresztül fogyasztják, és hogyha Magyarországot nézzük, akkor az ilyen jellegű tartalmak nagy része, azt hiszem ez is köztudott, külföldi szolgáltatókhoz köthető. Az elemzésünkben megmutattuk azt, hogy 2014-ben, illetve 2015-ben mindkét évben kevesebb mint 200 millió forint bevétel származott ebből az adónemből. Ez, hogyha ráadásul ezt azzal összefüggésben nézzük, hogy az árbevétel utáni 25%-os mértékű adóról van szó, ez azt jelenti, hogy azt jelzi nekünk, hogy nagyon kevesen fizetik ténylegesen, vagy legalábbis nagyon kevés árbevétel után fizetik meg ezt az adót. A központi adókból származó bevételt, tehát amit mi adónak tekintettünk, az kb. 11 ezer milliárd forint. Most 11 ezer milliárd forinthoz képest egy kevesebb mint 200 millió forintos adó az azt jelenti, hogy nemzetgazdaságilag szinte kimutathatatlan. Nem lehet biztonsággal kijelenteni azt, hogy ez az adó az állam számára nettóban veszteséges, de az bizonyos, hogy olyan költségek merülnek föl a beszedésével kapcsolatban, ami miatt a tényleges nyeresége az államnak ebből az adóból biztos, hogy elenyésző. És azt is tudjuk, illetve viszonylag közismert, hogy globálisan a pornóiparból, illetve a Magyarországra irányuló jellegű szolgáltatásokból nyilvánvalóan sokkal nagyobb árbevétel képződik. Tehát innen nézve túl sok értelmét nem látom ennek az adónemnek. privátbankár.hu. Gazdaságról érthetően.